A közrend megőrzése, fenntartása és a balesetek megelőzése csökkentése volt a Gyulai Rendőrkapitányság legfontosabb célja 2020-ban. Emellett alapvető célkitűzés volt számukra a rendőrség iránti közbizalom és a tekintély erősítése. A város területén a 2019-es adatokhoz képest a regisztrált bűncselekmények száma 26%-kal csökkent, 434-ről 321-re. A lakosság szubjektív biztonságérzetét a közterületen elkövetett bűncselekmények is jelentősen befolyásolják. A közterületi bűncselekmények száma 131-ről 104-re csökkent, a nyomozás eredményességi mutató pedig 88,9%-ra nőtt. Gyula területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 41,7%-kal esett vissza. A városban történt egy emberölés, melynek elkövetőjét a gyors rendőri reagálásnak köszönhetően egy órán belül elfogták. Embercsempészetet, rablást, zsarolást, zárt gépjárműfeltörést, valamint személygépkocsi lopást nem regisztráltak Gyulán. A közlekedés terén tapasztalható volt egyfajta forgalomcsökkenés. Valóban kevesebb személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Gyulán is, mint az előző évben, tehát 2019-ben. Ugyanakkor mindenképpen érdemes elmondani, hogy vannak bizony a városban olyan helyek, ahol gyakrabban kell megjelennünk. Ezeket nem baleseti gócpontoknak nevezném elsősorban, hanem olyan helyeknek, ahol, ahol nem ártana sokkal jobban figyelni. Például ugye ilyen az Ajtósi utca, ahol, ahol rendre történnek közlekedési balesetek, illetve hogyha a Temesvári utat nézzük, vagy forgalmasabb gyalogos átkelőhelyeket, bizony sajnos előfordul, hogy gyalogosokkal, kerékpárosokkal történnek közlekedési balesetek. Ez nyilván abból is adódik, hogy nagyobb a forgalom, illetve ahhoz is köthető, hogy ahogyan Békés megyében úgy Gyulán és a kerékpáros forgalom rendkívül jelentős. A határrendészeti kirendeltségre is hatása volt a 2020-as év. A járványügyi helyzet alatt több intézkedést vezettek be. A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet követően 14-én a Dénes Majori idiglenes nyitvatartású határátkelőt bezárták. Azóta június 26-án újra nyitották. Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények miatt 180 emberrel szemben intézkedtek tavaly. Ebből tiltott határátépés és kísérlete szabálysértést 143-an követtek el. Közülük 99-en a zöld határon próbáltak belépni. A 2019-es esztendőhöz képest egy több száz százalékos emelkedést tapasztaltunk a tekintetben, hogy a zöld határon szír, illetve afgán, indiai határsértők lépték át az államhatárt. De alapvetően ez a több száz százalékos emelkedés érdemes eset számra váltani, tehát gyakorlatilag megközelítettük a százat egészen pontosan. 99 ilyen határsértőt fogtak el a munkatársaim az államhatár közelében. Gyula térségében. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ellenük a Gyula határrendészeti kirendeltségen idegerendészeti eljárás indult, és ezt követően átadtuk őket a román határőrizeti szerveknek, tehát ők nem maradtak itt Magyarországon, akik Gyulán, Gyulánál illegálisan érkeztek az országba. A Békés megye határain túlnyúló bűnügyek tekintetében sok olyan felderítés történt, amely akár olyan bűncselekményekre vonatkozott, Melyeket egy elkövetői kör követett el több megyében, Szombati Andrea kiemelte. Ennek is van visszatartó ereje, hiszen az utazó bűnözők nem biztos, hogy ezt az útvonalat választják, és útba ejtik békés megyét. Törekednek arra, hogy már az első bűncselekménytől kezdődően minden adatot, információt kellő odafigyeléssel és szakmaisággal értékeljenek.